A Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága meghirdeti a karcagi lakóhelyen rendelkező felső oktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanulók 2020 második félévi tanulmányi támogatásról szóló pályázatát. A Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága meghirdeti a karcagi lakóhelyen rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanulók 2020 második félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy középfokú iskolában nappali tagozatos tanulmányokat folytat. Tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi átlagot. Az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot. Aki a pályázati feltételnek megfelel az első fél évben és a második fél évben meghirdetett pályázaton is igényelhetik a tanulmányi támogatást. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a karcagi polgármesteri hivatalból. A pályázatot a karcagi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. Karcag, Kossuth tér 1, földszint 52-es iroda. A beadás határideje 2020. október 31-e. Az elbírálás határideje 2020. november 30-a.